Egy jóslat erejű véletlen folytán Sebastian Nagel, Góta város zenésze, Ambrosius Bach jó barátja, 1685 márciusában éppen Eisenachban tartózkodott, hogy együtt muzsikáljon helybeli barátaival. Eképp történhetett, hogy néhány héttel húsvét előtt Sebastian Nagel és Ambrosius Bach együtt állhattak Eisenach Szent Györgyről elnevezett főtemplomában az ősrégi keresztelő medencénél. Johann Christoph Zerbst lelkész itt keresztelte meg Ambrosius és Mária Elizabeth Bach március 21-én született gyermekét, és Nagelnek jutott a tisztesség, hogy az újszülöttet keresztelő medence fölé tartsa. A fiú így tőle kapta középső nevét, a Sebastiant. A rövid szertartás történelmi levegői helyen zajlott. Az Eisenach fölötti domtetőn álló középkori vár a Wartburg árnyékában húzódott meg a város. A Wartburg volt 1207-ben a híres dalnokverseny színhelye, és három évszázaddal később itt lelt menedéket Luther Márton, amikor németre fordította a görög nyelvű új testamentumot. A tekintélyes Szent György templomban zajlott 1221-ben IV. Lajos türingiai őrgrófnak és II. András magyar király leányának, a későbbi Árpádházi Szent Erzsébetnek az esküvője. És Luther Márton e templom szószékéről prédikált 1521 tavaszán, amikor a reformáció sorsát eldöntő Wormsi birodalmi gyűlésre utazott. Luther nem volt idegen Eisenachban, hisz 1498-tól 1501-ig az eisenachi latin iskolában tanult, ugyanott, ahova később a most megkeresztelt gyermek járt. Johann Sebastian anyja azért nem vehetett részt a kisfiú keresztelőjén, mert a Héber Bibliában előírt, és a korabeli Luther követők által is meggyőződéssel folytatott szokás szerint nem léphetett a templomba, amíg 6 héttel a gyermekszülés után át nem esett a vallásos, tisztító rítuson. Hogy mit vártak a szülők a Bach család első, Johann Sebastian nevű tagjától? Egy valamit biztosan, azt, hogy belőle is zenész legyen. A türingiai vidék kisvárosaiban a Bach család név a muzsikus szó szinonimája volt. Apja Ambrosius Bach Erfurtban született 1645. február 22-én, és szép unokája volt annak a Weid Bach Péknek és Molnának, aki a család ősapjaként Magyarországról települt át a protestáns üldözések okán Türingiába. Ambrosius 1668. április 8-án vette feleségül Mária Elizabeth Lammerhirtet, egy jómódú erfurti szücsmester leányát, és 1671. októberében költöztek Eisenachba. Magukkal vitték gyermekeiket, ám első szülöttjük még fél évesen volt, amikor meghalt. Eisenachban 6 gyermekük született, legutolsóként Johann Sebastian, történetünk hőse. Mivel 3 gyermekük kiskorában meghalt, Sebastian 4 testvérével nőtt fel, a legnagyobbikat, Christophot azonban ritkán látta, mert bátyja 15 évesen elhagyta a szülői házat, hogy a nagy délnémet organistánál Johann Pachelbelnél tanuljon Erfurtban. A 6 éves Johann Sebastian 1691-ben Balthasar fivérének temetésén találkozott először tudatosan, családja legszűkebb körében a halállal, és ezzel a helyzettel végül is sokkal hamarabb, gyakrabban és komolyabban kellett szembenéznie, mint legtöbb embertársának. Az eisenachi Bachházban mindig nagy volt a nyüzsgés. Nem csak a gyermekek és rokonok népesítették be, hanem a zenétanuló innások is. Johann Sebastian Bach keresztelőjére annak az egymástól legfeljebb 200 méternyi távolságra elhelyezkedő 4 intézménynek a közelében került sor, amely német földön a 17. századi zenei kultúrát megalapozta. A városháza, a fejedelmi udvar, az iskola és a templom. Mind a 4 lényegi szerepet játszott Bach későbbi pályáján, a városháza a zenésztestülettel, amely a legfőbb felelősséget viselte a közösségi zenei eseményekért. Az udvari zenekar fenntartó hercegi kastély, vagyis a zene arisztokrata pártfogásának központja. A Szent György iskola, vagyis a magas szintű zenei nevelés helyszíne, valamint a Szent György templom az orgonával és a kórussal, mint az egyházi zene legfőbb székhelye. Ambrosius Bach háza, noha intézménynek nem számított, mégis a hivatásos zenélés központi helyszínének szerepét töltötte be.
Johann Sebastian egész életében hű maradt Eisenachi gyökereihez, más városhoz nem is fűzte ilyen szoros kötelék. Később is gyakran illesztette nevéhez szülőhelyét, Johann Sebastian Bach, Eisenachus. Eisenach, ez a Bach születésekor mintegy 6000 lakosú kisváros, az akkori Németország egyik legfontosabb kereskedelmi és posta útvonalán feküdt. Igencsak megsínylette a 30 éves háborút, de azzal, hogy 1672-ben egy független hercegség székhelye lett, szédületes fejlődésbe kezdett. Johann Sebastian már kezdetektől fogva olyan légkörben élt, ahol a muzsika és a muzsikusok vannak túlsúlyban, hiszen a háznak szinte minden lakója zenész volt. Ambrosius 4 zenei inast foglalkoztatott, akik szolgálataikért cserébe szállást és ellátást kaptak. Az inas mindenféle hangszeren megtanult játszani, és jellemzően 5-6 évig maradt mesterénél, még legény rangjára nem emelkedett. Miután vándorútra kelt és más mesterek keze alatt dolgozott, a legény megpályázhatta a városi zenésztestület valamelyik megüresedett állását. A családtagok és a növendékek zenei tevékenysége, amely átszőtte házuk mindennapi életét, nem csupán az oktatásra, a gyakorlásra, a próbákra és az előadásra terjedt ki, hanem a zeneművek gyűjtésére és másolására, valamint a hangszerek javítására és karbantartására is. Ambrosius Bach fiai kisgyermekkoruktól részt vettek apjuk munkájában, vitték a kottát és a hangszereket, vagy tisztogatták a rezet és áthúrozták a hegedűket. Ambrosius Bach valamennyi fia a Szent György latin iskolába járt, mindannyian az iskolai kórus tagjai voltak. A 8 esztendős Johann Sebastian neve felbukkant az iskola 5. osztályának névsorában. Az iskola 6 osztályos volt, egy-egy osztályban a diákok általában 2 évig tanultak. Mint Németország minden lutheránus vidékén és városában, minden fiúnak és lánynak 5-től 12 éves koráig kötelező volt iskolába járni. A fejedelem 1678-ban hatályba lépő törvénye kimondta, hogy büntetendő cselekmény, ha a szülők nem küldik gyermekeiket iskolába. Az a tény, hogy Johann Sebastian rögtön a 2. osztályban kezdhette, egyértelműen utal arra, hogy 8 évesen már írni és olvasni is tudott. A legfőbb tárgya hitoktatás volt, a legfontosabb szövegek pedig a Biblia, az énekeskönyv és az evangélikus K.T. A szerteágazó Bach családnak szokása volt, hogy évente egyszer összegyűjjön. Bach első életrajzírója, Forkel, így számolt be erről. A Bach család tagjai nagyon ragaszkodtak egymáshoz. Nem lévén rá mód, hogy mindnyájan egy fedél alatt lakjanak, eldöntötték, hogy évente egyszer találkoznak, és megállapodtak egy bizonyos napban, amelyen mindannyiuknak meg kellett jelenniük a megjelölt helyen. Összejöveteleik alkalmával mulatságaik mindenestül zenei jellegűek voltak. Mint hogy a család csak is kántorokból, orgonistákból és városi muzsikusokból állt, és mint hogy az időtájt szokás volt mindent vallással kezdeni, a legelső dolog, amit összegyűltükben megcselekedtek, a korál éneklés volt. Eme jámbor kezdetből aztán tovább léptek merőben ellentétes pajkosságok felé. Közkedvelt dalokat énekeltek, amelyeknek tartalma részint komikus, részint csintalan volt, mind együtt és rögtönözve, de oly módon, hogy az eképpen rögtönzött számos szólam valamiféle összhangban egyesült, míg azonban minden szólam más hangokon szólt. Ezt a rögtönzött összhangot ők kvódlibetnek nevezték, és nem csak maguk kacagtak rajta harsányan, hanem ellenállhatatlan kacajt ébresztett mindenki másban, aki hallotta őket. Johann Sebastian 1694 márciusában lett 9 esztendős, amikor is húsvét után elvesztette 51 esztendős édesanyját. A 49 esztendős Ambrosius, miután a sors megfosztotta attól, aki 26 éven át a felesége volt, most magára maradt 3 gyermekével, és irgalmatlanul nehéz sorba jutott. Meg volt győződve róla, hogy az egy esztendővel korábban elhunyt ikertestvérének, és főleg saját feleségének halála után a saját vége sem késlekedhet soká. Hamarosan súlyos beteg lett, és 1695. február 20-án meghalt. Johann Christoph, az Ordufi Mihály templom organistája magához vette 2 kisöccsét, Jakobot és Johann Sebastiant.
Ordruf az Eidanaktól 40 kilométerre fekvő városka ősrégi település volt. A Mihály templomban orgonistának lenni nagy tisztességnek számított, mert ez a templom volt két orgonájával a legnagyobb a városban, sőt a grófságban is. Krisztóf családja kicsi volt még, ám az orgonistának szerény jövedelméből kellett kigazdálkodnia 13 és 9 éves öcsének elszállásolását, etetését és tanítatását. Az iskolai feljegyzésekből kitűnik, hogy ezt Krisztóf egymaga nem is tudta volna vállalni, ha a kis Johann Sebastian nem kap iskolai ingyenevédet. A kisfiú 1695. júliusában iratkozott be a városi liceumba, ebbe a kiváló tanintézetbe, amely messzeföldről vonzotta a diákokat. Az ifjú Bach zenei nevelődésére a leginkább döntő hatást bátyja Krisztóf gyakorolta. A Bach halála után készült nekrológban Krisztóf az egyetlen név szerint említett tanára Johann Sebastian Bachnak. Megbízhatóan sajátította el a csemballó és az orgona játék technikáját, a kéz és a láb pontos használatát, jártasságot szerzett több stílusban, legyenek azok improvizatívak, mint a toccata, vagy szigorúan kötöttek, mint a fuga. Megismerkedett az egyes zeneszerzők egyéni szemléletével. Különös epizódot jegyzett fel a nekrológ a kiskamasz ordufi éveiből. A mi kis Johann Sebastianunkat már zsengekorában példátlan szeretet fűzte a muzsikához. Rövidke idő alatt elsajátította az összes művet, amelyet bátyja önként átadott neki tanulásra. Testvérének azonban birtokában volt egy könyv a kor leghíresebb zeneszerzőinek műveiből, ahhoz pedig bármennyit esengett is érte, ki tudja milyen okból, nem férhetett hozzá. Ezért hát a tökéletesedés iránti buzgalmában a következő ártatlan cseh eljutott az eszébe. A könyvet egy szekrénykében tartották, amelynek ajtaja csupán egy vasrácsból állt. Johann Sebastian kicsiny kezével képes volt átnyúlni a rácson, föltekerni a papírfedelű könyvet, és annak rendje és módja szerint éjszakánként, amikor már mindenki más aludt, magához vette azt, és mivel hogy még egy lámpása sem volt, a holdvilágnál másolta. 6 hónap alatt birtokába került a zenei zsákmány. Mikor bátyja mélységesen felháborodva ráébredt az igazságra, könyörtelenül elkobozta tőle a nagy fáradtsággal készített másolatot. A kisfiú olyan bánatot érzett, mint az uzsorás, akinek Peru felé tartó hajója 100 000 talléros rakománnyal süllyed el. Nem is tudta visszaszerezni a könyvet, egészen bátyja haláláig. A barokk korban a nyelvek és a zene alapjait az úgynevezett exempla classica, vagyis a klasszikus mesterektől származó minták memorizálásával és utánzásuk révén tanították. Ilyen értelemben az előadás és a zeneszerzés szoros kapcsolatban állott, és a mintáknak tekintett művek lemásolásával Bach és kortársai elsajátították az összhangzat, az ellenpont, a dallam, a szólamvezetés, a metrum és a ritmus alapelveit. Mivel bátyja Krisztóf csak nem sokkal azelőtt hagyta el Pachelbel mesteriskoláját, öccsének adta át az ott tanultakat.